Hogyan alakult a vendégforgalom, a vendégészakák száma az idei év első hónapjaiban Heves megyében, Gyöngyösen a Mátra térségében, ez dr. Benkő Bélától, a Gyöngyös Mátra Turisztikai Közhasznó Egyesület elnökétől tudjuk meg. Szia, jó estét kívánok! Szia, és jó estét kívánok én is a nézőknek! Egy pozitív és negatív cikket is olvastam ezzel kapcsolatban, de akkor tegyük itt helyre a dolgokat. A cikk alapján Gyöngyös megelőzte Demjént is, Szévásváradot, Szévásváradot, előzte meg, bocsánat, idei február viszont országosan csökkent egyébként az utazási kedv. Mi az, amit ti láttok? Nem feltétlenül látjuk pontosan ezeket az adatokat, illetve most nem régibe, hogy készültem, erre az interjúra kaptunk egy linket a KSH hozzáférése statisztikához, hogy hogyan is alakultak a a számok. Természetesen követjük egy kicsit az országos átlagot is, hogy ahhoz el tudjuk helyezni Gyöngyös és Amátra térségét, de legfőképpen egyszerűbb szűrnünk gyöngyös közigazgatási területére, amit mi meg is tettünk, és hogyha összeszeretnénk hasonlítani mondjuk a 22 és a 23-as évet, ugye a 23-ban már nem volt annyira a Covid, vagyis 22-ben, bocsánat, így azt látjuk egyébként, hogy mondjuk 22-ben volt 5000 a vendégek száma, 23 januári adat, 23-ban a vendégek száma 9000. Tehát ha azt látjuk, szinte majdnem, hogy megduplázódott, és mondjuk ugye február volt kiemelve ebben a említésre méltó cikkbe, ott pedig a 22-ben 5300 volt a vendégek száma, 23 pedig 7000. Tehát mi azt látjuk, hogy növekedés volt tapasztalható. A kérdés az, hogy minek köszönhetően volt ez, Ugye vagy az lehetett, hogy enyhe lett a tél, és mindenki úgy gondolta, hogy hogy akkor utazunk egy kicsit, mert nem biztos, tudtuk hogy annyit spórolni. tudtunk spórolni, Így van, nem biztos, hogy annyit kell a resire költeni. A másikok ok pedig az, hogy a szépkártyát ugye egy bizonyos határidőig fel kell használni, és hogyha valakiknek maradt beragadt összeg, akkor mindenképpen célszerű volt ezt felhasználni, illetve azt is tudjuk, hogy téli időszakban, Függetlenül az időjárástól egyébként mindenkinek kedvelt terület a hegyvidék, bízva abba, hogy hol lesz. Tehát nevezzük nevén a dolgot, de ebbe bízik mindenki, hogy elutazunk, ekkor foglalunk, és, és hát, ha havas hegyvidéket találunk. És sajnos egyre kevesebb szer van már ez. Egyébként a január-februári időszak mi ennek mondható, ha az egész évet nézzük? Ugye mi most csak 22-t látjuk, és a 22-höz képest. Nagyon nagy a változás. Még azt látjuk az őző évhez képest, hogy már látjuk a márciust is, ahol egyébként szintén 5000 volt a vendégek száma 22-ben, 22, 22 márciusában, 23-ban pedig ez már 8000. Szóval, hogyha ezt a dinamikát sikerülne folytatni 23 évbe, akkor az mindenképpen nagy volumenű turizmus és látogatottságot eredményez itt a Mátra gyöngyös térségébe. Ugye most ez gyöngyös közik területének az adatai. Ez egyébként az első három hónapból lehet már következtetni? Tehát, hogy itt akkor valószínű, hogy egész éves növekedés lesz, vagy ez még nagyon-nagyon sok mindentől függ? Sok mindentől, főleg az időjárástól, illetve ugye ahogy jön a, tehát hogy a április, május, június eleje ö, osztálykirándulásoknak a, a főként a szezonja, ugye kevesen veszik még ki a szabadságot, azt is látjuk, hogy inkább többet utaznak ö, hosszabb hétvégékre, mint az, hogy most egy helyen elmegyünk tíz napra, ö, illetve még mindig azt látjuk, hogy a nyári időszakban a vízpartok azok, amik kedvelt ö, helyek, Előbb-utóbb egyébként rájönnek az emberek, hogy kijövök a vízből 40 fok, lehet, hogy itt pedig még az is előfordulhat, hogy be kell gyújtani a este, ha hűvösebb az idő. Tehát egyébként nyáron bőve jó jönni az erdőbe, hiszen itt azért sokkal jobb az időjárás. Most ugye jönnek a bornapok, nyáron több rendezvény is lesz. Hogyan látjátok, mennyire kötik össze a vendégek egy fesztivállal, rendezvényjel az utazást? Öh. Azt látjuk, hogy, tehát visszajelzések alapján, hogy mondjuk egy bornapok, szüreti napok idejébe már nem lehet szállást találni két-három héttel a rendezvény előtt. Hogy most ez azért van-e, mert hogy tényleg a bornapokra jövünk, vagy amúgy is tele lennének a szállodák. Nagyon nehéz egyébként lecsábítani a vendégeket egy-egy ilyen rendezvényre, nem feltétlenül csak a közlekedés lehet ennek az oka, hanem az is, hogy mondjuk négy csillag szuperior helyett lejövök egy, egy főtérre, ami egyébként szerintem egy nagyon jó program, és azt is látjuk, hogy a, a nagy fellépők, a húzó nevek, ők befolyásolják egyébként azt, hogy a szállodákból akár autókkal is lejönnek az esti koncertekre. És hogyha itt már beszélgettünk a programokról, ti is folyamatosan szerveztek programokat. Most mi az, ami a tarsolyokban van, amiről már esetleg lehet beszélni? A 10-14 programot meg fogjuk valósítani idén is, illetve kapcsolódva a bornapokhoz, ami egyébként a. Városnap 19. századi piaccal is egy közös rendezvény lesz, főleg a vasárnapi nap. Itt részt veszünk a városnézés szervezésébe. Tehát lesz egy ingyenes városnézésünk a szombati napon délután. Ez inkább ilyen boros pohárral a kézzel egy Tökéletes. rövid városi séta. Így van. Illetve vasárnap már kapcsolódva a 19. századi piachoz már korhűruhás városnézést fogunk tartani. Ez is mind a két programunk egyébként ingyenes. Ezekről majd még szerintem részletesen is be fogunk számolni. A műsoridünk lejárt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elhoztad egyébként ezt a sok részletet, és akkor pontos információkat hallhatunk, és bízunk abban, hogy az idei év már így fog eltálni, hogy folyamatosan növekedést tapasztalhatunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet, kellemes hétvégét, viszontlátásra.